Hétfő reggel a szabadkai óvodákba is ismét elkezdtek érkezni a gyerkőcök. Egyelőre csak azokat a kicsinyeket fogadják, akiknek a szülei munkáltató igazolást hoznak arról, hogy feltétlenül be kell menniük a munkahelyükre, és a gyerekekre nincs, aki vigyázzon. Emellett szükség van egy hétnél nem régebbi orvosi igazolásra is, amely azt bizonyítja, hogy a gyermek egészséges. Az óvoda bejáratánál azonban a gyerekek testhőmérsékletét is megmérik. Szigorúan vették a kicsik beléptetését érkezéskor az óvónők, a dadusok, a szülők és maguk a gyerkőcök egyaránt. Az oviban dolgozók kesztyűt, maszkot, arcpajzsot viseltek, a szülők pedig csak a bejáratig kísérhették csemetéjüket. Ez az édesapa szerint jól jött az ovik újranyitása, hiszen feleségével mindketten visszatértek a munkahelyükre, gyermekük pedig alig várta, hogy találkozzon a pajtársaival. Jako nam pomaže, deca vole jako da se igraju, tako da vole svoje vaspitače kad ih sretnu i ispunjava im dan. A Királyhalmi napraforgó óvoda óvónője szerint meglepően könnyen indult az újraindulás első napja. A szülők ugyanis alaposan felkészítették gyermeküket, hogyan kell viselkedni most az oviban. A foglalkozást úgy szervezzük meg, hogy érdekes legyen, de távolságtartás benne legyen. Tehát főleg mozgásos tevékenységeket fogunk csinálni, ahol be tudjuk tartani ezt a távolságot. Ilyenre gondoltunk, hogy egy kis torna, egy kis tánc tevékenység, és mivel ma nagyon szép idő van, akkor kihasználjuk azt, hogy kint legyünk az udvarban. A szabályok szerint egyszerre csak egy ovis csoport lehet kinn az udvaron. Upravo je to preporuk instrukcija da se deca što više distanciraju i da što više vremena provode na dvorištu na našim igralištima i to je i zadatak naših vaspitača. Da što god više vremena provedu napolje, to je i najbezbednije, a i da se iskoristi ovo lepo vreme da deca dobiju što više sunca, da bi se i njihov organizam ojačao, obzirom da su jedno vreme već bili zatvoreni. Egyelőre a gyermekek számára szükséges orvosi igazolás beszerzése okozza a legnagyobb gondot, mert a Gyuró Gyákovics utcai központi gyermekorvosi rendelő túlterhelt, ezért a jelenleg érintett 1400 gyerek közül hétfőn még csak alig 400 rendelkezett az egy hétnél nem régebbi egészségügyi igazolással, tette hozzá Veljko Vojnics.